Sziasztok! A mai videóban az Emoken nevezetű modot fogom bemutatni, ami arra szolgál, hogy a járművek lőszer készletét lehessen vele menedzselni, egy kicsit életszerűbb módon, mint ahogy az alap armás és az ész metódus megengedi. Ugye normális esetben odaállnánk egy Amotrek mellé, majd megfelelő varázslatok elvégzése után a jármű teljes lőszerkészlete újra töltésre kerül. Ez egy kicsit megvariálja a dolgot, itt annyit fogunk tenni, hogy van három járművünk, ami három különböző fegyverrendszert visel, három különböző kaliberű és típusú lőszert tüzel. Alapból mindhárom járműből eltávolítottam az összes lőszert, mint azt mutatja is. A jobb fős sarokban látszik, hogy nem lehet tüzet nyitni, hiszen teljesen üres a tár. Ezen fogunk változtatni mindjárt. Előre kikerestem, hogy melyik jármű beépített fegyveréhez milyen típusú lőszer való, és ezeket szépen sorban raklapokra és egyéb tárolókba bepakoltam, mert két különböző metódust akarok megmutatni, hogy hogy lehet ezeket a járműben elraktározni. Az első módszerrel közvetlenül fölveszem az inventorimba, ehhez azért nem árt, hogyha van egy nagyobb hátizsák a bepakolás idejére. Lőszertípustól függő egyébként, hogy mennyi helyet fog leértelemszerűen, mindjárt meg is nézzük. Hát itt most közel 2000 darab 50 kaliberes lőszert pakoltam be, a hátizsákba húzza rendesen a vállamat, mindjárt könnyítek a helyzeten. Elkezdem átpakolni az inventoriba. Majd elmegyek a lövész pozícióba. Ahol még mindig nincs betöltve lőszerünk, viszont most már van miből betöltenünk, nyomunk egy R betűt. És elkezdődik a betöltés a betárazott lőszerekből, egyet tűzkész állapotba hozza a fegyvert, betölti abba. Minden lőszertípusnál más-más időt vesz igénybe, nem egy hatalmas időről beszélünk, néhány másodperces újratöltés van. Majd az így bekészített lőszerrel már tudunk tüzelni. Amikor kifogy a lőszerünk az adott rakaszból vagy tárolóegységből, simán nyomunk egy R betűt, és az inventoriban elhelyezett lőszerkészletből, amíg az tart, addig folyamatosan cserélgetni fogja, és utána tölti a fegyverünket. Itt egy nagyobb jószágot választottam, szintén 50 kaliberes géppuskával van felszerelve, és más a kiszerelés a lőszerhöz, hiszen az első autónknál ...400 lőszer tartalmazó rakaszokat használtunk. Ennél viszont százas tárakkal fogunk, vagy rakaszokkal fogunk dolgozni. A már megismert módon áttöltöm bele a lőszereket. Majd belül a gunnerbe. Újra töltöm a fegyvert. Majd felhúzza és tűzkész. Közben félig megsüketültünk, mert füldugót azt elfelejtettem betenni.
Ez most elmarad. A harmadik jármű egy kicsit annyiban lesz különleges, illetve a töltési metódusa, hogy itt eleve ládákban pakoltam neki a tartalék lőszerjavadalmazást, tehát egy részét most én a ládából kivéve betöltöm tűzkész állapotba, a többit pedig beteszem a kargóba későbbi felhasználásra, vagy akár továbbadásra szállítható formában, tehát egy ládában van tárolva. Ezt a ládát külön lehet mozgatni, nem kell a hátizsákunkba bepakolni egész addig, míg nem akarjuk felhasználni belőle a lőszert. Mutatom. Betöltöm a jármű rakterébe, úgymond. Kétféle van armában, egy inventória van, egy kargó része. Ez most a kargóba megy, tehát innentől közvetlenül nem használható fel még a jármű fegyverében. Ebből a ládából viszont kiveszem a lőszert. És a jármű inventoriába betöltöm. A már megismert módon ezek 40 mm-es gránátok lesznek. Ha már megismert módon feltöltjük a fegyvert a betározott lőszerrel, tűzkész. Ez is rendben működik. Ha szükségünk van további lőszerre, mivel azt már kilőttük, ami az inventoriban volt, akkor észmenüvel megnyitjuk a jármű kargóját. És az előre becsomagolt, beládázott, bemálházott lőszert kiszedjük belőle, utána a már megismert módon. Saját inventorinkban betesszük. És a jármű inventoriába átpakoljuk. Innentől fogva ez mind, amit lőszer látszik, felhasználható lesz a jármű fegyverzetében. Kicsi többletmunkát ad a küldetés szerkesztőknek, a Zeusoknak, hogyha szépen meg akarják csinálni, de azt hiszem megéri az élményt az, hogy az ember tényleg úgy érzi, hogy életükbé vált a játék ennyivel is. Köszönöm a figyelmet!